azért jelentkeztem már a példaképű pályázatra. A példakép alapítvány által kiválasztott sikeres vajdasági vállalkozókat mutatják be a példakép roadshow zentai állomásán. Köztük Csikós Árpádot, aki Tótfalun organikus zöldségtermesztéssel foglalkozik. Vállalkozásának sikere a dinamikus fejlődésben rejlik. Dinamikusan tudtuk követni a piac igényeit, tehát anno, amikor elindultunk 12 éve, akkor néhány alapvető kultúrával foglalkoztunk, tehát itt gondolok 5-6 kultúrára, és ma már több mint 40 zöldségkultúrát termesztünk. A Példakép Alapítvány magyarországi példaképei előadásaikban arról beszéltek, milyen ötlettől vezérelve alapították meg vállalkozásukat, és azt milyen szemlélet mentén, milyen nehézségek árán tudták sikerre vinni. A jó példák mutatják azt, hogy lehet csinálni, merjet csinálni, és örülök annak is, hogy erre egyre több támogatási kör létezik, mint szakmai, mint pénzügyi, mint bármilyen, ami segít ezen az úton a fiatalokat. Az előadók igyekeztek hasznos gyakorlati tanácsokkal ellátni a fiatalokat a vállalkozások indításával, illetve sikeressé tételével kapcsolatban. Azt tanácsolom minden egyes olyan embernek, aki vállalkozni szeretne, vagy egy kicsit is érzi a csíráját, a vállalkozói szellemet magába, hogy tegye meg. Induljon el az úton, ne féljen tőle, biztos, hogy lesznek kudarcok, biztos, hogy nagyon sokat fog félni, nagyon sokszor nem fog aludni, de gondoljon arra, hogy ez sikerülni fog. A magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program keretében a szakmai segítségnyújtás mellett anyagi támogatást is nyújt a fiatal vállalkozóknak. A pályázatukra közel 1000 jelentkeztek. Köztük vajdaságiak is. Vajdaságból 15 pályázatot tudtunk támogatni, és itt szeretném elmondani, hogy a pályázók mindenki a teljes igényelt összeget megkapta, aki nyertes lett, tehát 100%-os intenzitású pályázatokat tudtunk támogatni. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012 óta hirdett tematikus éveket, amelyek eleinte az anyanyelvű oktatás helyzetének javítására irányultak, az utóbbi 2 évben pedig a gazdasági élet előmozdítását célozzák meg.